Játék a véletlennel. A képek futásidejű módosítása. Készítsünk programot, amely dobókocka dobást szimulál, de úgy, hogy a szám kiírása helyett megjeleníti a dobókocka rajzát. Indítsuk el a Visual Studio-t, és hozzunk létre egy új projektet, Póker névem. Helyezzünk el az űrlapon egy parancsgombot és egy képdobozt. A képdoboz segítségével a program erőforrásai közé vegyük fel a kockák rajzát. Szokásos helyen a forrásfájlok mappában, azon belül pedig a dobókocka mappában találjuk. Kattintsunk rá az elsőre, majd a Shift-tel az utolsóra, ezzel kijelöltük az összeset, következik a megnyitás gomb. Először az egyes kockát jelenítsük meg. Válasszuk szokás szerint az autosize méretezést. Térjünk át kódszerkesztő nézetbe. A dobáshoz szükségünk lesz egy véletlen számgenerátorra, és egy dobás nevű egész típusú változóra. Válaszunk egy véletlen számot, 1 és 6 között, mint tudjuk, második argumentumnak egyel nagyobb értéket kell megadni. Az előzőekben már láttuk, hogy hogyan cserélhetjük le egy képdoboz által megjelenített képet egy másik, de konkrét ábrára. Most azonban előre nem tudjuk, hogy melyik számot fogjuk dobni. Figyeljük meg, hogy a képfájlok neve a kocka szóval kezdődik, nagy K-val írva, melyet a megfelelő szám követ. A képdobozhoz való hozzárendelésnél a fájl nevet kell előállítanunk a dobás változó segítségével. A képdoboz által megjelenített képet, mint eddig is, a saját erőforrásaink közül választjuk. A folytatás azonban egy kicsit bonyolultabb, de a kódszerkesztő segítségével alig néhány karaktert kell csak begépelni. Lenyomom a pontot. Az erőforrás menedzsert hívjuk segítségül. Akár rákattinthatsz, akár elkezded gépelni az RE karaktereket, és a ponttal folytatva kiegészül a forráskód. Az erőforrás menedzser GetObject metódusának megadhatjuk a kép azonosítóját, akár string kifejezésként előállítva. Kattinthatsz duplán az intelligens súgóban a metódus nevére, vagy ha gépelem, automatikusan kiegészül a kód, miután lenyomtam az argumentum megadásához a kezdő zárójelet. Az argumentum a kép azonosítója, amely a kocka szóval kezdődik. Vigyázz! A stringen belül megkülönböztetjük egymástól a kisbetűket és a nagybetűket. Ehhez fűzzük hozzá a dobás értékét. Bár a dobás egy egész szám, de a Visual Basic a hozzáfűzésnél konvertálja stringre, így a megfelelő azonosítót kapjuk. Próbáljuk ki! Ha kattintok a parancsgombra, véletlenszerűen megjelenik az egyik kocka képe. Bezárom a programot. Tekintsük át még egyszer ezt a kifejezést. A saját erőforrásaink közül választunk, ezt jelzi a My Resources minősítés. Segítségül hívtuk az erőforrás menedzsert, illetve annak a GetObject metódusát. A metódusnak zárójelben megadjuk azt a string kifejezést, amely előállítja a szükséges azonosítót. A kocka pókerhez 5 dobókockára van szükség. A későbbiekben a ciklusoknál meg fogjuk tanulni, hogyan lehet egy utasítást többször is végrehajtatni, most azonban maradunk a jó öreg Ctrl-C, Ctrl-V-nél. Először helyezzünk el még 4 képdobozt az űrlapon. Ha ezt a dobókockát másolom a Ctrl-C-vel a vágólapra,
majd illesztem be a Ctrl-V segítségével még négyszer az űrlapra, mint láthatod, az összes tulajdonságát megtartotta. Az összeset kivéve az azonosítót. A Visual Basic az azonosítót automatikusan sorszámozta. Nézzük meg például a negyediket, Picture Box 4. Ellenőrizd a többit is. Egy kicsit megnövelem az űrlap szélességét, elhelyezem valahogy a kockákat, kijelölöm az összeset, és nagyon egyszerűen elrendezhetjük őket az eszköztárban megjelenő ikonok segítségével. Ez az ikon például egy magasságba hozza a kijelölt kockákat, ez pedig úgy rendezi el őket, hogy ugyanannyi hely maradjon közöttük. Térjünk vissza kódszerkesztő nézetbe. Itt is segítségül hívjuk a vágólapot, és ezt a két utasítást még négyszer bemásolom a forráskódba. Vigyázz, minden kockánál külön kell dobni, véletlen számot választani, mert különben ugyanaz az ábra jelenne meg az egyes képdobozokban. Mielőtt még kipróbálnánk, ne felejtsük el módosítani a képdobozok azonosítóit. Indulhat a játék. Jó szórakozást! Én bezárom a programot, és teszek még egy megjegyzést. A tankönyv leckéjében más módszert használtunk a kockák ábráinak megjelenítésére. Ahhoz arra van szükség, hogy a képfájlok a program futásánál elérhetőek legyenek, a program írásakor meg kell adni az elérési utat. A most bemutatott módszer azonban a képfájlokat a programfájlban tárolja. Így nagyobb lesz a fájlméret, viszont nincs szükség a programunkkal együtt a képfájlokat is mozgatni és ügyelni az elérési útra. Próbáld ki a tankönyvben bemutatott módszert is. Én bezárom a projektet. Oldjuk meg a tankönyv 98. oldalán a 29-es feladatot. Mivel ez a program egy kicsit több utasítást fog tartalmazni, mint eddigi példáink, célszerű egy előzetes tervet készíteni. Az ablakban elhelyezünk egy parancsgombot, amellyel új játékot lehet kezdeményezni, a négy kártyalapot jelképező képdobozt és egy címkét, amelyre a pontszámot, illetve az eredményt fogjuk kiírni. Mit kell tennünk egy új játék kezdéséhez? Vegyük figyelembe, hogy egy előző játék következtében két kártyalap már felfelé lehet fordítva. Fordítsunk minden kártyalapot hátlapjukkal felfelé, azaz jelenítsük meg az egyes képdobozokban a hátlap ábráját. Válasszunk véletlenszerűen négy kártyát. Igaz, megtehetnénk, hogy a választásokat csak azokra a lapokra végezzük el, melyekre a felhasználó rákattint, de ez nem lenne korrekt. A választást mind a négy kártyára még a kattintások előtt fogjuk elvégezni. Végül, ugyancsak feltételezve, hogy volt már egy előzetes játék, megjelenítettük az eredményét a képernyőn, töröljük ezeket az értékeket. Egyelőre így állt össze az új játékgomb eseménykezelőjének feladatsora. Mit kell tennünk, ha a felhasználó ezek után rákattint egy kártyalapra? Fordítsuk színével felfelé, mutassuk meg, hogy mit választott, határozzuk meg a kártyalaphoz tartozó pontszámot, és összegezzük ezeket a pontszámokat, illetve az összeget jelenítsük meg a címkén. Az összegezéshez azonban szükségünk van egy változóra, amelyben nyilván tartjuk az elért pontszámot. Nevezzük ezt el pontnak. Az új játékgomb eseménykezelőjét tehát ki kell egészítenünk a pont változó törlésével, hiszen egy előző játékban ez már kaphatott értéket. További feladatunk a kártyalap eseménykezelőjében, hogyha ez a második választás volt, akkor értékeljük a játék eredményét. Ki nyert? A számítógép vagy a felhasználó? Ehhez figyelemmel kell kísérnünk, azaz számlálnunk a választásokat.
újabb változóra van szükségünk, nevezzük el választásnak, és ezt is nulláznunk kell az új játékgomb eseménykezelőjében. A kártyalap eseménykezelőjében pedig meg kell növelnünk egyel az értékét. Ha már ennyire átgondoltuk a tennivalókat, akkor még valamire figyeljünk. A felhasználótól minden kitelik, biztosan nem azt fogja csinálni, amit várunk tőle. Egy jó programnak fel kell készülnie az összes lehetőségre. Mi van akkor, ha a felhasználó kevesli a pontjait, ezért egy harmadik kártyalapra is rákattint? Akadályozzuk ezt meg. Ha tehát a választás megnövelése után a változó értéke már nagyobb, mint 2, akkor adjunk hibaüzenetet, és ne engedjük meg a harmadik lap megfordítását. Ezért az eddigi tevékenységeket az egyébként ágban helyezzük el. Tervünk jónak tűnik, valósítsuk meg. Hozzunk létre egy új projektet, kártya névem. Helyezzünk el az űrlapon egy parancsgombot, egy címkét, és először egyetlen képdobozt. A képdoboz segítségével programunk erőforrásai közé vegyük fel a kártyák ábráit. Ezeket a forrásfájlok mappán belül a kártya mappában találjuk. Az egérkattintás és a Shift egérkattintás segítségével kijelölöm a fájlokat, és kattintok a megnyitás gombra. A lapok jelölésére mindjárt visszatérünk, egyelőre a hátlapot választom. A méretezés szokás szerint automatikus. Ahogy már az előző feladatban láttuk, célszerű ezt az így elkészített képdobozt még 3 példányban átmásolni, mert nem kell mindegyiknél beállítani a szükséges tulajdonságokat. Tudjuk, hogy a Visual Studio a Picturebox 1, Picturebox 2, 3, 4 azonosítókkal látja el a képdobozokat. Azért ellenőrizd. Az elhelyezéshez is a már megismert ikonokat használjuk. Kijelölöm a képdobozokat, és egyenletes távolságot állítok be közöttük. Lássuk a parancsgomb eseménykezelőjét. Bár a program indulásakor mindegyik kártya a hátlapját mutatja, ez egy játék befejezése után már nem érvényes. Anélkül, hogy külön vizsgálgatnánk, mely kártyákat választotta a felhasználó az előző játékban, mindegyiket hátlapjával felfelé fordítjuk. Az elsőnél a kép tehát legyen egyenlő az erőforrásaink közül a hátlappal. Ezt még 3 példányban lemásolom, és átírom az azonosítókat. Következik a kártyák véletlenszerű választása. A francia kártyacsomag 52 lapot tartalmaz, mindegyik színből 13 lap áll a rendelkezésünkre. A képfájlokat sorszámok alapján neveztem el. 1-től 13-ig találjuk a treffeket, az 1-es az ász, 2-től 10-ig jönnek a számok, 11-es a bubi, 12-es a dáma, 13-as a király. Ezt a rendszert folytattam a káró lapokra, 14-től 26-ig, majd jön a kör, 27-től 39-ig, végül a pikk 40-től 52-ig. Ennek a rendszernek a segítségével könnyen tudunk kártyalapot választani. Szükségünk lesz egy véletlen számgenerátorra, és 4 egész típusú változóra, melyek a kártyalapokat jelölik. A treff lapok sorszámai tehát 1-től 13-ig tartanak, a véletlen számgenerátornak egyel nagyobb értéket kell megadni a második argumentum helyén. Következik a káró. 14-től 26-ig,
ide 27-et írok be, majd a kör 27-től 39-ig, ismét egyel nagyobb, 40 kerül a második argumentum helyére, végül a pikk 40-től 52-ig, tehát a második argumentum 53. Az esemény kezelőben el kell végezni még az előző eredmény törlését, azaz a címkére egy üres stringet írunk ki. Ahogy megbeszéltük, szükségünk van még egy pont nevű változóra, melyben a pontszámokat, továbbá egy választás nevű változóra, melyben pedig az eddig kiválasztott kártyalapok számát számláljuk. A pontot és a választást is nullázzuk. Ezzel elkészítettük a parancsgomb eseménykezelőjét. Következik az első kártyalapé. Duplán rákattintok a képdobozra, és, mint látjuk, a kódszerkesztő a klik eseménykezelő eljárást hozta létre. Azt is megfigyelhetjük, hogy a szövegkurzor helyzete miatt az eseménykezelő bekerült két deklarációs utasítás közé. Ez nem baj. Az osztályszintű változókat az eseménykezelő eljárások között bárhol, akár a forráskód végén is deklarálhatjuk. A program áttekinthetőségét növeljük, ha a forráskód elején helyezzük el. Lássuk a képdoboz eseménykezelőjét. A felhasználó rákattintott egy kártyára, a választások száma tehát egyel megnőtt. Ha már túllépte a kettőt, akkor nincs lehetősége újabb kártyalapot felfordítani, amit hiba üzenettel jelzünk. Egyébként következik a kártyalap megfordítása, azaz a véletlenszerűen választott sorszámú kép megjelenítése. Mint tudjuk, ezt az erőforrásaink erőforrás menedzserével érjük el. A GetObject metódusnak megadhatjuk a kép azonosítóját. Ez szerencsére most egy sorszám, amit a kártya egy változó tartalmaz. Hány pontot ér a kiválasztott kártya? Ebben a táblázatban feltüntettem, hogy az egyes színek esetén A-tól királyig milyen sorszámot kaptak a képek. Az ász legyen 1 pont, 2-től 10-ig a kártya a számának megfelelő értékű, a bubi 11, a dáma 12, a király pedig 13 pontot érjen. Mivel minden egyes szín 13 lapot tartalmaz, az következő sorban az előző sornál 13-mal nagyobb értékek állnak. A pontszámot tehát éppen úgy kapjuk meg, hogy a képfáj sorszámát maradékosan elosztjuk 13-mal, és vesszük az osztás maradékát. Néhány esetben próbált ki. Sajnos ez a szegény királyokra nem érvényes, mert ott a maradék éppen nulla. Ezért, ha a maradék nulla, akkor a kártya értéke 13. Ezt egy feltételes elágazással kell megvizsgálnunk. Térjünk vissza a forráskódhoz. Első lépésben egyszerűen adjunk hozzá az eddigi pontszámokhoz a kiválasztott kártya sorszámának, tehát éppen a kártya egy változónak a 13-mal való osztási maradékát. Ez az ásztól a dámáig éppen megfelel, ha viszont a maradék nulla, azaz a királyról van szó, akkor nem nullát, hanem 13-at kell hozzáadni. Megállapítottuk a pontszámot, írjuk ki a címkére. Mi is van még hátra? Az eredmény értékelése.
Erre akkor kerül sor, ha a felhasználó a második lapot is kiválasztotta. Ezt a választás nevű változóban tartjuk nyilván. Ha tehát értéke éppen 2, akkor megvizsgáljuk a pontszámot. A feladat szövege szerint, ha a pontszám nagyobb, mint 7, akkor a felhasználó nyert. Egyébként pedig a számítógép. A szöveget persze most a számítógép szempontjából fogalmaztuk meg. Ezeket az utasításokat némi módosítással át kell másolni a többi kártyalap eseménykezelőjébe is. Dupla kattintás a második kártyalapra, kijelölöm az első kártyalap eseménykezelőjének az utasításait, Ctrl-C, átlépek a második kártyalap eseménykezelőjébe, és a Ctrl-V-vel bemásolom az utasításokat. Következik a módosítás, el kell végeznünk a képdoboz sorszámának az átírását, illetve a választást jelölő kártya változó azonosítójának a módosítását. Készen van a második képdoboz eseménykezelője. Hozd létre a 3-as és a 4-es kártya eseménykezelőjét, másold be az utasításokat, és az előzőeknek megfelelően módosítsd. Én szerencsére tudok varázsolni, tehát egy tapsra már is kész a 4 eseménykezelő. Próbáljuk ki a programot. Kattintok az új játék gombra, amit persze te a megfelelő felirattal láttál el. Kiválasztom az első kártyát, ó, már nyertem is. Azért biztos, ami biztos, lássuk a másodikat, és én nyertem. Új játék, egyik kártya, másik kártya, most a számítógép nyert. Új játék, egyik kártya, másik kártya, már megint én nyertem. A feladat szövege nagyon kedvező volt a számunkra, mert legalább 8 pontot könnyű elérni. Ha véletlenül tovább szeretnék menni, ahogy megterveztük, hiba üzenetet kapunk. Mint említettem, a felhasználótól mindenki telik. A programozó fő feladata, hogy előre megpróbálja kitalálni, vajon mire számítson. Például új játékot kezdek, ez a pontszám még kevés, de a duplája elegendő lenne. Ezért még egyszer rákattintok erre a kártyára, hiszen nem tiltottuk meg. Módosítsd a játékprogramot úgy, hogy erre ne legyen lehetőség. Biztosan másik kártyát válasszon. Ezt például egy újabb változó bevezetésével érheted el. Mi történik akkor például, ha a program indításánál a felhasználó nem kattint rá a parancsgombra, hanem egyből elkezd kártyákat választani. Próbáld ki, és ha hibát tapasztalsz, ezt a lehetőséget is szüntesd meg. Jó programozást és jó játékot! Én most bezárom a programot, és mutatok még valamit. A feltételes elágazással megakadályoztuk, hogy a felhasználó 2-nél több kártyalapot válasszon ki. Ha ez teljesül, akkor hiba üzenetet küldünk a számára. Egyébként pedig következnek a játékhoz tartozó utasítások. Az eseménykezelő lényege az egyébként ágba került. Az sem egyszerűsíti a program szerkezetét, ha felcseréljük az igaz és a hamis ágat. Ráadásul már említettem, hogy célszerű a rövidebb utasítás sorozatot elhelyezni az igazágban, mert könnyebben rátalálunk a hamis ágra, a folytatásra. Egy több száz vagy több ezer sorból álló programnál egyáltalán nem mindegy. Hogyan küszöbölhetjük ki azt, hogy a lényeges utasítások egy feltételes elágazás egyik ágában helyezkedjenek el? A módszer nem túl elegáns, de nagyon hatékony. Ha a felhasználó a harmadik lapra kattint, és figyelmeztetjük a tennivalóira, akkor abba hagyjuk az eseménykezelő eljárás utasításainak a végrehajtását, kilépünk az eseménykezelőből.
Az ExisSub utasítás hatására programunk nem veszi figyelembe a folytatást. Ezért fölösleges egy else ágban elhelyezni, itt vége az egyágú szelekciónak, és nincs szükségünk az egyébként ágra. Jóval egyszerűbb lett a program szerkezete. Sajnos a kódszerkesztő, szerencsére csak nagyon ritkán, nem tud megpirkózni a behúzások elrendezésével, ilyenkor az Edit menü Format Dokument parancsával tudjuk a formázást helyreigazítani. Végezd el ezt a módosítást a többi képdoboz esemény kezelőjében is, és próbáld ki, hogy jól működik-e a program. Én bezárom a projektet.